Folytatja vándorútját a Gulag Kutatók Nemzetközi Társaságának tablókiállítása. A Málenkei robot, avagy ártatlanul ítélet nélkül kényszermunkán a Szovjetunióban című tárlat már a negyedik helyszínen, ezúttal a Cserháti iskolában várja a történelem iránt érdeklődőket. A megnyitón Lancsák József, a nagykanizsai német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, annak idején mintegy 800 ezer embert hurcoltak el kényszermunkatáborokba, a legtöbb esetben mondva csinált ürüggyel, koholt vádak alapján. A deportálása nemzetiségeket, azon belül is a magyarországi németeket különösen sújtotta. A kiállítás anyaga alkalmat ad rendhagyó történelmi órák megtartására, sőt, az iskolában versenyt is szerveznek ennek kapcsán a napokban. Sajnos történelem órán túl sok időt nem tudunk foglalkozni egy-egy korszakkal, viszont ez egy nagyon fontos a mai élet szempontjából, úgyhogy a legfontosabb történelmi hátteret azt órán megbeszéljük, de hogy pontosan mi történt, hogy pontosan milyen adatok, hogy a térképek, hogy merre vonultak, hogy hol voltak ezek a táborok, ez mindenképpen nagyon fontos nekik. Én mondjuk ezért tartom fontosnak például a terrorháza megtekintését is mindig. Ott is van egy ilyen terem, amely a gulág táborokról szól, ott is mindig fölhívom a figyelmet arra, hogy mennyire fontos ez. Azért én megemlítem itt Rózsás János nevét, mert az is fontos, hogy azt ismerjék meg, hogy Nagykanizsán is milyen emberek éltek, és hogy mennyire tartották fontosnak a dolgot. Úgyhogy ezért is egy történelemversenyt, egyéni történelemversenyt fogunk hirdetni a héten, amikor még itt lesz a kiállítás, hogy a kiállítás anyagából tudják majd megoldani a feladatokat, és ezzel ösztönözzük őket, hogy minél jobban, minél részletesebben ismerkedjenek meg az itt lévő anyaggal.